Gyergyós Miklós mindig nagyon szerette az öreget, idézőjelben mondom, nem mindenki úgy hívta. Tényleg szerették. És ő is nagyon szerette Gyergyós Miklós embereit. És amikor feltettünk szintén egy ilyen hirdetést, hogy szeretnénk egy olyan kiállítást csinálni, olyan képekből, amik még nem voltak kitéve. Érdekes, mert ő megfestette egy képet valakinek, aki tényleg szeretett, barátja volt, nem volt barátja, de szerette. Megfestette egy képet, és oda ajándékozta. De én azt tulajdonképpen, én, testvérem, a többi ember, az nem nagyon láthatta, mert nem volt, hogy. És akkor jött egy ilyen ötletünk, hogy szedjük össze. Kedvesek voltak mindenki, mindenki a saját faláról leakasztotta, hozták, érkeztek vele. És mondom, az utolsó percig én se jöttem fel, mert mondom, hogy olyan képek vannak, amiket nem láttam, és olyan meglepetésszerűen akarom, hogy pontosan a kiállítás megnyitóra legyen az, hogy na, én ezeket meg akarom nézni. Hát Karancsi Sándor művészete és élete is egy az egyben Gyergyó Szent Miklóshoz köthető. Nagyszalontai születésű művészről beszélünk, aki 1932-ben született Nagyszalontán, és az Arany János világából átjön ide a hegyek közé, és az itteni életnek és az itteni embereknek meg az itteni alkotásnak szenteli az életét. Egy nagyon kitartó emberről beszélünk, aki tényleg a művészeteknek szenteli minden egyes pillanatát, az életnek minden kicsi vetületét, és tulajdonképpen Karancsi Sándor Karácsony János után Gyergyó Szent Miklósnak a képzőművészévé válik, miután elvégzi az egyetemet Kolozsváron. 1961-ben megy nyugdíjba Karácsony János a Salamon Ernő elméleti liceumból, megőrülve így egy poszt a frissen végzett Karancsi Sándort ide egy először Csíkszeredába helyezik ki, viszont elcseréli a posztját, és hát ennek a története az érdekes, ugyanis Sövér Elekkel nagyon jó barátságban voltak az egyetem évei alatt, és rengeteget mesél Sövér Elek, hogy Gyergyó mennyire gyönyörű, és a hegyek, nagyon szép vidék, milyen emberek laknak itt, és hát nagyon-nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ezt a tanári cserét, ezt Karancsi Sándor megejtse. Így kerül Gyergyó Szent Miklósra, és a munkássága révén az emberek már annyira a szívükbe fogják zárni, főleg élete végén, tehát teljesen a lelkükbe zárják ezt a úgymond gyergyói székelyt. Volt egy ilyen beceneve is, hogy gyergyói székely. És hát mivel ennek felszenteli az életét, hát tulajdonképpen a művészete is nagyon keményen itt a hegyvidéki tájakhoz és az itteni emberekhez kötődik. Karancsi, amikor idejött Gyergyóba, akkor egy kockázatos vállalkozásba ment bele. Kockázatos volt kijönni egy mezővárosba, mint Gyergyó Szent Miklós, egy ilyen kis városba, ahol képzőművészeti élet nem mondható, hogy olyan híres volt. Karancsi idejött, és vállalta azt, hogy egy olyan környezetben alkot, ahol az, hogy modern festészet, az nem volt éppenséggel olyan nagyon közkedvelt fogalom és ismert fogalom. Tehát el kellett fogadtatni a környezettel egy festményt, egy akkor modernnek ítélt festményt, környezettel el kellett fogadtatni. Ugye azt mondták az emberek gyakran, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni. Úgy néztek rá egy
egy ilyen expresszív, expresszionista stílusban megfestett képre. Legyen az akvarell, vagy pasztel, vagy akár olajkép. És akkor meg kell győzni a környezetet arról, hogy igen, ez jó. És melyik művész nem tudta elég erős lenni ahhoz, hogy a környezetét meggyőzze az ő igazáról, és meg inkább elhajlott a közízlés felé, az elveszhetett. Na és ilyen körülmények között festette Karancsi azokat a képeit, amik most mindenki számára szokványosak, és elismertek, és értékeseknek vannak tekintve. Miről szólnak ezek a festmények? Hát egy néhány arckép, amit Karancsi festett a környezetében, önarcképek, vagy a családtagoknak az arcképei, ez nem annyira jellemző rá. A tájképei, azok, amelyek megtalálhatók talán minden gyergyói értelmiségi családnak a falain. Nem tudom, van-e Gyergyó Szemiklóson olyan értelmiségi család, ahol legalább egy Karancsi festmény ne lenne a falon, olyan családok, akik ugye azért megrakták a lakásukat festményekkel. És hogy vásárolták a festményeket Gyergyó Szemiklóson is, és megteltek a lakások, most már nem csak a Karancsi festményeivel, hanem a Sövérelek festményeivel, vagy a Márton Árpád, vagy Gál András, vagy Maszelka, tehát mind ez a generáció, aki ugye hazajött Kolozsvárról abban az időben, és megteremtette, ahogy mondják Márton Árpádék, és igazuk van, a képzőművészetnek, a festészetnek a becsületét. Nem csak megteremtették, hanem meg is őrizték. Nem engedtek a csábításnak, és pénzért nem festettek képet talán soha. Ha valaki képet akart vásárolni tőlük, akkor a meglévőből kellett válasszon. Ha nem tetszett, akkor nem adták el, és valami ilyen módon tudtak megállni a lábukon abban az időben. Ismerte ön személyesen Karancsit? Karancsit, persze, hogy ismertem, személyesen ismertem, és egy nagyon energikus erő, hogy is mondjam, energia, dús emberke volt, mert ugye nem volt nagy darab ember, mozgékony volt, fürge volt, sok mindenhez értett, és rengeteget dolgozott. Hát ugye szobrászatot végzett ő az egyetemen, de aztán ide Gyergyóba, ahogy ide került, talán azért is, mert egy szobrásznak egy nagyobb műteremre van szüksége, amihez neki itt nem volt szerencséje, hozzá fogott festeni, aztán festett, attól nem hagyta abba a részdomborítást, a kisebb kis plasztikát, a plaketteket készített, de festett, és grafikákat készített, részkarcokat, metszeteket, rengeteg tusrajzot. Hát nem tudom, én nem ismerek még a környezetemben olyan művészt, aki annyira termékeny lett volna, mint Karancsi. Állandóan dolgozott. Talán akkor is dolgozott, amikor pihent, vagy ahogy ő vallotta neki, a pihenés az volt, ha dolgozott, ha műterembe alkothatott. A munkáknak lényegében nagy része az már
sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, de másoknál van, tehát magángyűjteményekben. A műterem üresítés, akkor halála után, akkor kezdtük összeszedni ugye a képeket, rendszerezni, próbáltam én. Mondhatni, egy jó része nálam van, sajnos nagy része elraktározva, mert falakon nincs elég hely, mondjam azt 25%-a rámázva, 75%-a mappákba. Ezek között van legkevesebb az akvarell, olaj, és a többi mind grafika. Tehát szám szerint nem tudnám megmondani mennyi. Tehát amikor a műtermet kezdtük üresíteni, akkor lepődtünk meg, hogy mekkora valómenű volt az a munka, kezdve a skicektől, a vázlatoktól, egészen a készmunkákig, minden, de mekkora mennyiség, tehát egy olyan embernek a munkája, aki látszik, hogy lelkit beleadta, termelt. Ötletek jöttek egymás után, kísérletezett. Na, ezek a kísérletek, mondhatni, 100%-ban mind nálam vannak. Nem vázlatot. Hát egy ideig volt a műterme, amikor még a forradalom negyben laktunk, az egyik szoba volt az övé a műterem, de hát ott nem érezte jó magát. Nem lehetett úgy közlekedni, nem volt olyan. Nem volt helye. Akkor megkapta a kultúrházba a termet, akkor attól a pillanattól kezdve haláláig ott tevékenykedett. Tehát az idejének nagy részét ott ütötte. Mondjuk ez látszik is, hogy volt eredménye. Amúgy így a családban volt honnan, tehát örökölte ezt a tehetségét még? Nem tudok róla, hogy az őseim közül valaki is a művészeti ágon aktivált volna. Ha csak nem tudom, nagyszülönt a szülöttje révén, ha csak nem állunk valamilyen rokonságban Arany Jánossal. Ezt nem tudom. Esetleg onnan. De az édesapja neki vasbetonszerelő volt, az édesanyja háziasszony, ők gyerekkorában örökké költöztek, tehát Resica, Bukarest, nem is tudom, hogy szalonta egyáltalán házuk volt-e. Állítólag az ő meséi szerint diákkorában, tehát kisdiákkorában még egy hajót se tudott lerajzolni. És egyszer csak robbant a tehetség. Valamikor nagyon régen, még diákkoromban álmom volt, hogy vegyész leszek. A vegyészet az nagyon izgatott engemet, mindent összekotyvasztottam, egérirtót akartam készíteni. Hát természetesen rosszul sült ki, mert nem, az egerek azok nem is meg se kóstolták ellenben, az a szömszödik összes macskája megdöglött. Hát ezért már az első kudarcot már az életbe ért. Aztán utána imádtam az elektronikát, akkor vitték a háború volt, és akkor vitték el az összes rádiókat, összeszedték, tilos volt rádiót hallgatni, és akkor én összekutyultam egy kristálydetektoros rádiót, és erre nem tudtam híreket hallgatni, mert az összes szomszéd minden este ott volt, és a fülükön a kagyló hallgatták. Tehát ez volt a második lépésem. És utána következett egy hosszú-hosszú, mert már akkor nagyobb acska voltam, egy hosszú-hosszú gyűlés, ami vele nyúlt az éjszakába. És fehér márvány tetejű asztal volt előttünk, és már amúgy is untam a gyűlést. Már akkor untam, mert utána aztán még tanár voltam 35 évig, aztán végtelenül untam a gyűlést, és elkezdtem rajzolni, és a titkár, aki éppen beszélgetett, aki magyarázott, egy nagyon jó sikerült karikatúra sikerült az asztalt az én. Annyira vérszemet kaptam, hogy hazamentem, és még a családi bibliának a hátsó lapjait is telerajzoltam a nagyanyámnak a bosszúságára. És akkor valami úgy megcsillant bennem, de apám azt mondta, hogy varjúnak varjú a fias, először legyek vasbetonszerelő. És miután megkaptam vasbetonszerelő mesterkönyvet, akkor
mikor a mesterkönyv a kezembe volt, akkor elmentem felvételizni a főiskolára, Kolozsvára. És azóta eladtam magamat, és azóta az ördög sarkantyúja bennem van, és szeretnék még nagyon-nagyon sokáig ezzel az ördög sarkantyújával dolgozni, a derekamba, mert még úgy érzem, hogy sok mondani való van az emberiség számára. És szeretnék szépre tanítani embereket, szeretnék még tanítani egy pár évig, és a 70 év nem fáj. Én azt tartom, nem fáj, nem szabad megijedni. A munka az embert fiatalnak tartja. Gyerekkoromban én arra emlékszek, hogy nagyon szigorú volt, mert nem lehet azt mondani, nem volt az, de igazságosan volt szigorú. Tehát potyára nem szídott, nem semmi gond. Elég sokszor elutonulva. Tehát vagy a műteremben, hát az életének nagy részét a műteremben élte le, vagy külföldön, ő úgy mondta, hogy elutazik feltöltődni. Amikor gondom volt, hát legtöbbször műterembe kellett bevenni az, ami volt, mint egy fogadóra. Hajdának volt problémája, hogy akar beszélgetni, akkor a műterembe. Ha én akartam, műterembe. Ha barátai keresték, műterembe. Mert azokra nincsen sejtszükség. Mondd annyit, hogy ez lesz a kezdő. Minden telen van, csalóság. Ezért úgy ilyen nincs, hogy itt kacinóznak, meg isznak. Sőt. Megosság. Kösz szépen. Megfúr. Ez az enyém. Hát egy tudom. Megfúr az egészet. Egészséget. Szevasz. Szevasz, Gerda. Egészséget. Egészségetekre. Voltak olyan barátjai, akik csak azért mentek be, nem beszélgettek. Leültek, vagy leült az illető, végignézte, hogy Karancsi Sándor, vagy grafikázik, vagy akvarelezik. Na, megpihentem, Sándor, elmentem. Két beszélgetés nélkül. Én is hányszor bementem a műterembe, leültem a székre, végignéztem. Na, további jó munkát, szevasz, este találkozunk, jöttem el. Olyan jó érzés volt. Pedig nem beszélgettünk, nem csináltunk, lényegében én semmit nem csináltam, ő dolgozott, de elnézni, ahogy a színeket keveri, ahogy a színeket rakja egymásra, hogy gondolkodik a grafika fölött úgy, nem felejtem a mozdulatot, hogy körözött a ceruzával, vagy tollal, vagy szénnel a papír fölött, de perceken keresztül. És akkor egyszer csak puff, nekiszökött, és akkor kezdett dolgozni. Verset olvasott nekünk kicsi korunkba. Ott volt a műterme, egy helyen laktunk a blokkba, ott volt a műterme bent az egyik szobába. Motorozott, humorérzéke, kedvessége határtalan volt, de nem csak azért mondom, mert az én édesapám volt, hanem mástól is hallottam, főzött, felkötötte idáig a kötényt, főzött, olyan finomakat főzött. De mivel ő művész volt, például olyan volt, hogy beszélgetett a szomszédasszonnyal, és egyszer a szomszédasszony azt mondta, Sanyi, mit csinálsz? És apám így nézte, így a szemüveg így össze volt így, és a csorbát kavargatta vele. Például ő ilyen volt. Vagy valami eszébe jutott napokig, hetekig, bement csak a műterembe, csinált valami kütyüt, egy órát javított, egy bármit, ami olyan apró dolog volt, nem festett. És akkor egyik perccel a másikra úgy rájött, hogy na most, aztán festek. Akkor hetekig festett. Én voltam a kritikusa közben. Volt olyan, hogy mondtam neki valamit, megfestett. Tata, ez nekem nem jön be annyira. Mi nem tetszik rajta? Nem mondom, megtalált ki te. Úgyhogy ilyen volt. Szokták mondani őre, hogy hasonlít rá? Igen. Igen, és én mindig mondom, hogy hát igen, külsőre igen, de sajnos tehetségre nem. Én vagyok a legkevésbé tehetséges a családban. Ugye nővére majd ő nagyon szépen énekel, akkor az unoköcsém, ha akarna, tudna rajzolni. Én maradok a külsőknél. Arcra én nem hasonlítok rá. Olyan, mint a testvérem, és én nem is lennénk testvérek. Ő inkább édesapámra hasonlít, én édesanyámra, de a természetem. Sokszor olyan, hogy a tükörben nézek, és valahol belülről jön egy olyan, hogy mintha ő lennék.
festeni nem tudok. Ellenben annál jobban kézimunkáztam és énekeltem. Ennyit, amit örököltem tőle, de ez is valahol egy tehetségnek a megnyilvánulása. Hogy váltam székely? Igen. Vallom magamat székelynek. Miért? Mert 14 évet éltem Szalontán a szülővárosomban, és 41 évet itt, Gyergyóban. Itt alapítottam családot, itt született a leányom s a fiam, amire nagyon büszke vagyok, és az volt az életem legboldogabb perce. Itt született a két unokám, itt alapítottam családot, ismétlem, és ez a család ide kötött, feleségem székely leány, gyermekeim székelyekké váltak, unokáim a legszékelyebbek, ők verik is a mellőjüket, de nem ez számít. Lehetünk mi, akármilyen nemzetiségűek, emberek legyünk. És büszke vagyok, hogy a családom ember maradt. És a családomban megkaptam, hogy elfogadtak elsősorban a családom, elfogadtak úgy, ahogy vagyok. És amikor az unokám kezdett rajzolgatni, akkor rászóltam, hogy hagyd békében, mert egy bolond elég a családból. Ez lett légyen én. És nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy elfogadott engemet így, ilyen bolondon, eltűrte az én rigolyáimat, eltűrte azt, hogy én reggel bejövök ide a műterembe, mert ez az én életem. Itt rámázok, itt festek, itt rajzolok, itt vágom a paszpultot, itt készítek magamnak szerszámot, itt domborítok rezet, itt élek. És eltűrték, hogy reggel eljöttem, és este későn mentem haza. És de mindig beszámoltattak, és azt mondtam, hogy langszang, langszang, csendbe, majd megnézitek, gyertek, besnézzetek, hogy mit csináltam. Így a családom így elfogadott. És most a gyergyói ember? Először nem egy alkalomkor volt az, hogy nem fogadtak el, azt mondták, hogy hát Karancsi nem gyergyói. De mivel bizonyítottam, azért csak gyergyőjévá váltam, mert innen nem mentem el. Mehettem volna én is. 90-ben ugye mindenki repült, én nem, én azt mondtam a hegyeimet, a völgyeimet, az egemet nem hagyom el. Az időben elég divatos volt a tájkép festészet terén az akvarell, a vízfestmény, mégpedig vizes felületre festett vízfestmény, ahol a színek olyan gyönyörűen egymásba folynak, egymásba ágyazódnak, gyönyörű szép átmeneteket képezve, olyan puha hangulatú tájképek lesznek így, és abban az időben ilyen nagy előszeretettel alkalmazták ezt a technikát Csíkban, Márton Árpádi, Gál András, Sövérelek, Gyergyóalfaluban, Maszelka, Udvarhelyen, és Karancsi ugyanezt csinálta Gyergyóban. A gyergyói tájat fejezte ki ilyen módon a képein, és ez azért érdekes, mert ő alföldi látásmódú festőművész volt, az Alföldön egészen másképpen fogalmaznak meg egy tájképet, mint a hegyvidéki festők.
kedvenc motivuma volt a fa. És amikor a kép előterébe berajzolta a fát, akkor nem azt mondom befestette, hanem berajzolta. Az annyira grafikus az a fa, egy óriási nagy ellentétet érzek a táj, a háttér és az előtérben lévő fa között. Itt fogom rajta Karancsit, hogy ő igazából nem is festő volt, hanem grafikus volt. Minden egyes igazán Karancsi tájkép, az annak az előterében ott vannak a fák, és azok bármilyen színűek, de olyan részletességgel beszélnek és zenélnek a Karancsi érzelem világáról, mint amikor a Paganini a hegedűn elhegedüli azt a virtuóz muzsikáját. Hát erről ismerhető fel a Karancsi tájkép. A Karancsit fel lehet ismerni arról, hogy ellentétben a Székely, az itt született, tehát Székelynek született képzőművészekkel ellentétben Karancsian filozófikus természetű képzőművész volt. A grafikáiban mindig valami nagy filozófiai gondolatot próbált megfogalmazni, aztán ez lehetett drámai, lehet egy szürrealisztikus. Elégben nem szabad tenni egy fehér papírt, mert abban a pillanatban abba hagyok mindent. És nekiállok, mert azon a fehér papíron latensen én már látom, amit meg kell rajzolni is. Millió rajzom van. 61 éves vagyok, de még mindig azt mondom, hogy még nagyon-nagyon sok téma van a fejemben itt, és azt mind ki akarom tenni, hogy tárjam az emberek elé. Nem csak a szépet, hanem azt is, ami jaj. Mert nem csak tetszetősnek akarom azt a munkát, hanem megmutassak az életből hibákat, az életből olyan dolgokat, ami ne történjen többet, pacifistának vallom magamat, én háború ellenes vagyok, mert volt benne részem a második világháború, mint gyermek, úgyhogy megszenvedtem, rányomta a pecsétjét egész életemre. Ez visszatérő motivum állandóan. Még meghatározó szerepet játszott az ő életében, talán a gyermekkorában a zsidó kérdés volt, hiszen annak idején volt egy zsidó barátja is, akit Auschwitz-Birkenau-ba elszállítottak, és meghalt. Nagyon-nagyon mély nyomot hagyott számára ez az eset, ugyanis az önéletírásából is olvasható, hogy elment meglátogatni, egy iskola udvarára zárták be a zsidókat a településen, és elment meglátogatni a barátját. A rácson keresztül próbálták megfogni egymás kezét, és a katona úgy leütötte, hogy menjen el és ne beszéljen velük, hogy ez ugye összeesett, és ez egy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott az ő életében. Ezek a
motivumok visszatérnek folyamatosan a művészetében. A halál gondolata, az elmúlási, az élettel, a tisztasággal kapcsolatos kérdések, ezek folyamatosan minden munkáján észlelhetőek, még a természet ábrázolásaiban is. Az exlibriseiről kellene még nagyon szót ejteni a grafikai munkái közül is, hiszen azokkal ért el világszinten is díjazásokat. 1972-ben Lisszabonban például második helyezést ért el. Körülbelül 700 exlibriseiről van tudomás. Egy nagyon kedvelt műfaj volt ez számára, ezzel kimagasolott az erdélyi művészek sorából. Megállapítsuk, hogy ő a mini méretben, a miniatúrában érezte otthon magát. És mondta is egyszer nekem, hogy szalontán, ha hazamegy, ott neki csak egy akkora műterme van, mint egy kabin. Egy egészen kicsi, de abban ő nagyon jól érzi magát. Ő azt mondja, sokkal jobban érzi magát egy kicsi műteremben, mint egy nagy csűrbe. És ez jellemző rá, hogy a kisméretű műveken az olyan változatosan, olyan mesterien idézőjelben zongorázza le az érzelmeit, hogy az fantasztikus, másnak nagyobb felületre van szükség, hogyha valami nagyot akar kifejezni. De Karancsinak pontosan ellenkezőleg, ha valami nagyot akart mondani, akkor ő azt fókuszba sűrítette egy kis méretbe. Sokszor azt nézem, hogy ezt ugyan bizony milyen ecsettel volt képes ő megfesteni, mert ilyen kicsi ecset nem létezik. Városnak egy nagyon érdekes figurája volt, hogy használjam ezt a szót. Jelenség volt bármikor városba találkozni Karancsival. Mindig kapott az ember tőle valami útravalót, valami hangulatot, valami fényt, ami úgy a napját érdekesebbé tette, jobbá tette. Ez hiányzik, hogyha azt mondhatom, hogy mit jelentett Karancsi ebben a városban. Szerintem Karancsi Sándor elsősorban az emberek lelkében él tovább. Itt a gyergyói közegnek a mentalitásában nagyon-nagyon befészkelte magát, és nagyon belopta magát az emberek szívébe.
Tulajdonképpen mindenki, akivel én a riportjaim alatt szóba kerültem, mindenki csak szeretettel és őszintességgel tudott beszélni róla, és hát a személyisége az, az biztos magával ragadó lehetett, mert tényleg csak szeretettel és szép gondolatokkal emlékeznek rá. Kezem, füzetem, szívem, szemem, agyam, az mind az emberiségé, és ezé a földé, és ezé a világé, és ezé az univerzumé. És még szeretném szolgálni az emberiséget a széppel, szeretném szolgálni az emberiséget a szavaimmal, az írásaimmal. Aztán én nem félek a haláltól, mert a lelkemnek egy-egy darabja megmarad. Megmarad a falakon, a gyűjtőknek a falán, megmarad a könyvekbe, és valahogy ez az érzésem, hogy én valahogy egy bárány felhőn fogok lebegni valahonnan, és akkor lemutatok az ottani kollégáknak, lássátok, ott a falon van egy rajzom, amott van egy könyvem, ott van egy ember, aki simogassa pont azt a szobrot, amit elkészítettem, ne tűnjön nagy képviségnek. Ez egy öröm, egy boldogság. A halál az is csak egy átmenet valamibe. És akkor mondhatjuk, hogy éltünk, ha valamit hátrahagyunk, akkor már nem számít a halál.